Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánom a Jóisten áldását mindannyiunk számára. Ezen újabb alkalommal, amikor együtt lehetünk, Isten igéje köré gyülekezve így a szombat kezdési alkalom idején. Meghívok mindenkit, hogy egy imádság erejéig hajtsuk meg a mi fejeinket, és hívjuk a Jóistennek a jelenlétét az ő szent lelki által. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy ismét van alkalmunk együtt lenni, köszönjük a lehetőséget, hogy ígédből továbbra is bátorítasz, támogatsz bennünket. Istenünk, kérünk, hogy te szóljál hozzánk a te ígéd által, küldete szent lelkedet, nyissa meg értelmünket, adjon bölcsességet, úgy az ige szólására, mint annak megértésére. Istenünk, te bátorítsál bennünket és segíts meg, hogy veléd kapaszkodjunk és újult erővel tudnánk tovább haladni a hit élet útján. Te légy jó atyánk a betegekkel, ha bár enyhébb körülményeket élünk ezen mostani járványos időszakban, mégis vannak világ más részei, ahol újból súlyosbodik a helyzet. Istenünk, te légy mindazokkal, akik hozzád kiáltanak. Te óvjál meg mindenkit a te akaratod szerint, és hogy mindenkinek bármi történjék is vele, az üdvösségét szolgálja. Köszönjük, hogy velünk leszel Istenünk, és megsegíthetsz bennünket. Jézus nevében kértünk. Amen. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kívánom, hogy valóban az Isten jelenléte legyen érezhető ma esti alkalommal ismételten. Ma este egy olyan témáról beszélgetünk, ami valamilyen szinten egyeseknek közelebb áll a szívéhez, mások egy kicsit talán lehet, hogy nehezebben értik, és hát ha címként kéne megfogalmazzam, akkor az volna a címe, hogy bízol-e az üdvösségedbe. Sokan kellemetlenül érzik magukat, amikor hát ez a címhez hasonló kérdéssel illetik őket. Másféleképpen mondva, ha Jézus ma este jönne, akkor készen lennél-e? Személy szerint is régebben, mikor ilyeneket hallottam, vagy evangelizációk alkalmával, vagy talán úgy személyesen egyik valaki, vagy prédikációban megkérdezte, akkor mindig egy kicsit olyan zavaró volt az én számomra, és hogy ez egy privát dolog, miért ilyen egyenesen, direkten kérdezgetik ezt az embertől, és picit úgy egy kissé olyan lelki zaklatásnak éreztem ezt. Később viszont elgondolkoztam rajta, és elgondolkodva rajta elég jó kérdésnek találtam, és valóban, hogyha ez így nekünk szegeződik ez a kérdés, hogy ha Jézus ma jönne, vagy ma este jönne, készen lennél-e, ez úgy megállásra készteti az embert, elgondolkoztatja az embert, na most tényleg akkor kész lennék-e, vagy nem lennék kész? Vajon tényleg mi történne, hogyha ma este, vagy a mai nap lenne vége ennek a földi történelemnek, és Jézus másodjára visszajönne, véget vetve a földi nyomorúságnak. Tehát egy olyan dolog, ami egy olyan dolgot céloz meg ez a kérdés, hogy készen lennél le, ha jönne Jézus, hogy ami úgy talán addig kevésbé van az embernek a fókuszában, és kevésbé gondolja, és ilyenkor, mikor ilyen kérdést úgy nekünk szegeznek, akkor tényleg kicsit úgy meghökkelünk, hogy na most akkor hogy is állok én ezzel a dologgal. Igen, talán úgy mondják, hogy a jó kérdés az mindig elgondolkoztatja az embert. Épp azért, ha jó van feltéve, akkor az ember gondolkozásra serkenti. Hogyan válaszoltak a keresztények egy része erre a kérdésre? Hogyha ma este jönne Jézus, vagy ma jönne Jézus, akkor készen lennének-e? Például Assisi Szent Ferencnek is neki szegezték ezt a kérdést, és így válaszolt, hogy hát, hogyha ma jönne Jézus, akkor is én, és tudnám, hogy ez ma este van, akkor befejezném a kertészkedést.
vagy Luther Márton hasonlóképpen, hasonló helyen kérdezték meg, bizonyára ő is a kertben volt, azt mondja, hogy hát még ezt a fát azért elültetném, amiben belefogtam munkát, tehát azt azért elvégezném. Veszeli János azt mondja, hogy úgy tölteném a napot, ha ez lenne az utolsó, ahogy elterveztem. Ez is úgy mond valamit, tehát ezek szerint semmi olyan nincs a napjában, ami ne egyezne meg az Isten akaratával. Vagy Ellen Gould White keresztény írónő azt mondja, hogy esténként addig imádkozott, míg teljesen megnyugodott. Tehát, hogyha netán Krisztus az éjjel elvenne a lelkét, vagy az éjjel megjönne, akkor tehát ő nyugodt lenne, úgy érzi, hogy akkor készen várhatná ezt a találkozást. A kérdés az, hogy vajon mi hogy válaszolnánk erre a kérdésre? Talán mi is nyugodtan végeznék a feladatainkat tovább, amiket előre elterveztünk, nyugodtan kertészkednénk, nyugodtan ültetnénk fát, nyugodtan tennénk bármit, amit addig, vagy pedig sokan, még az, milyen választ várnának erre, hogy hát jaj, hát akkor gyorsan egész nap imádkoznék, egész nap olvasnám a Bibliát, egész nap áhítatoskodnék, hogy hát készen legyek erre a dologra. Igaz, itt felmerül a kérdés, nem pont ezzel foglalkozunk ma, hogy akkor mit is jelent a készenlét, mikor kell készen lenni erre a bizonyos eljövetelre. De úgy tűnik ezen válaszokból, amit elmondtunk az előbb, minthogyha ez a fajta nyugodtság, ahogy válaszoltak ezek az emberek, ezek a hithősök, ezek a reformátorok erre a különös kérdésre, azt mutatja, hogy mivel ők nem veszítették el nyugalmukat, pont úgy megy az élet tovább, mint addig, minthogyha ezek az emberek biztosak lennének az üdvösségükben. Tehát semmi nem nyugtalanítja őket, hogy ha ma jön Jézus, hát akkor valamit másképp kéne tenni az ő életükben. Sokan viszont úgy gondolják, hogy az ember nem lehet biztos az üdvösségében. Tehát egy ember a saját üdvösségében, hogy ő 100%-osan tudja, hogy ő Isten országának örököse lesz, hogy hát ebben hogy lehessen biztos egy ember? És hát nagy igazság van ember. Mert biztos lenni az üdvösségben, mikor valaki ezt mondja, ez egy kicsit olyan meghökkentőnek tűnik, egy kicsit úgy visszahőköl az ember, egy kicsit talán úgy mondhatnánk, hogy merész kijelentés, hát mi, akik nem látunk a jövőbe, akkor hogy állíthatunk ilyet, hogy én biztos, hogy oda jutok. És sokszor így mondják az emberek, hogy amikor már valaki így ezt kijelenti magáról, hát már ott mutatja azt, hogy ő nincs készen erre a dologra, hogy már nem biztos, mert hát annyira maga biztos, és hát nem magunkban kell biztosak legyünk, hanem valahogy másba kéne vetni a bizalmunkat. És ezért sokan tartózkodnak az ilyen kijelentésektől, de biztosnak lenni az üdvösségben egy dolog, ami mondom egy kicsit ilyen merész kijelentés, de bízni az üdvösségben az viszont egy más dolog, és úgy mondhatnám, hogy az viszont egy létszükséglet, egy elmaradhatatlan dolog egy keresztény ember életében, hogy ő bízon az üdvösségében. Tehát biztos lenni az üdvösségben, és bízni az üdvösségben, az üdvözülésben, ez két különböző dolog. Legalábbis én így látom. Mert bízni az üdvösségben az egyenlő azzal, hogy Isten megváltási munkájában bízni, amit ő végez az emberért, hogy az ember üdvösségre jusson. És nekünk ebbe kell vetni a bizalmunkat Isten megváltási munkájában. Jó, persze ezen belül megvan az én feladatom is, hogy érvényes legyen rejám Isten megváltási munkája. De mit kell én meglássak Isten értem végzett megváltási munkájában, hogy bízni tudjak az üdvösségemben? Mert ugyebár Isten általánosan végzi mindenkiért a megváltás munkáját, de ezen belül személyre szabottan is mindenkinek külön, mindenkivel külön terve van az ő megváltási munkájában. Mit kell én meglássak, amit én érettem, személy szerint én érettem tesz, azért, hogy én bízni tudjak, hogy igenis ez az isteni munka, ez üdvösségre vezethet engem. Három dologban
foglalhatnánk ezt össze, az egyik, hogy át kell gondolni, hogy meg lettem-e váltva, második, meg vagyok-e váltva, és a harmadik pedig, meg leszek-e váltva. És igaz, ez a harmadik érdekel mondjuk, hogy a legjobban bennünket, de nem léphetünk át az előző kettőn. Nézzük meg nagyon röviden mindegyiket. Meg lettem-e váltva? Igaz, ez Isten munkája, amit te érted, én értem, az emberért tesz a múltban, vagy emberért tett a múltban Jézus Krisztus által. Meg lettem-e váltva? Tehát mit tett az Isten a múltban Jézus Krisztus által az én megváltásom érdekében? Igaz, ebben benne van az egész Biblia, erről beszél máskülönben, ebben benne van, igaz, mondjuk Betlehem, benne van Jézus földre jövetele, emberi testet töltése, ott van a sok tanítás, a sok gyógyítás, a helyreállítása mindannak, hogy bemutatja az Atya Istent, ott van a Golgota, ott van a szenvedés, ott van a kereszthalál, ott van a feltámadás, igaz, és így tovább mondhatnánk azt, hogy ennek előtte az egész Ószövetségben, ami megelőlegezte ezt a krisztusi eljövetelt, tehát minden ott van ebben, hogy mit tett az Isten a módban, ez mind a megváltási tervnek a része, az előkészítése és a megvalósítása. Az Ószövetségben előkészített a Jóisten, az Újszövetség meg úgy indult, hogy megvalósul Jézus Krisztus személyes, valós munkája itt a Földön. Tehát meglettem-e váltva, ez az Isten munkája, ez az Isten tesz az emberért, hogy egyáltalán lehetőségé váljon, vagyis valósággá válhasson egyszer valamikor az ember megváltása, üdvösségre jutása. És itt a kérdés az, hogy ez az a nagy munka, amit az Isten megtett a múltban az emberért, hogy mennyire látom én ezt meg. Vagyis oda jöttem-e ehhez a Jézushoz, aki ebben a megváltási munkában lejött és elvégezte a magáét, én érettem a múltban, oda jöttem-e ehhez a Jézushoz, elfogadtam-e én ezt a Jézus Krisztust és az ő megváltási munkáját. Valaki egyszer ilyen hitvitába elegyedett másokkal, és többek között feltette a kérdést, hogy hogy jöhetek én Jézushoz egy olyan valakihez, akit soha nem láttam. Tehát honnan tudjam én, hogy ő tényleg létezik és van. És akkor érdekes módon a szópár baj úgy folytatódott, mondta a másiknak, hogy én nem hiszem azt, hogy neked van agyad. És másik megkérdezte, hogy hát miért nem hiszed, hogy nem hiszed, hogy van agyam. Azért, mert nem láttam, soha nem láttam. Igaz? Tehát, de mégis elhisszük, hogy az embernek van itt valami bent, igaz? Habár nem láttuk, de elhisszük, hogy van. Pont ilyen a szél, a szelet is elhisszük, hogy van, holott nem látjuk, hogy mi maga a szél. Igaz? Az jön, fúj, de a munkáját látjuk, de magát a szelet azt nem látja senki. Tehát így van a széllel is. Tehát nos, én jöhetek Jézus Krisztushoz, ha nem látom, de viszont a munkáját és amit tesz, azt viszont láthatóvá teszi az ember életében. Erről beszél a Biblia nagyon sokfele. Tehát miért is említem a Bibliát? Azért, mert két úton jöhetünk mi Jézus Krisztushoz, akit nem látunk. Igaz, az egyik maga a Biblia, amin keresztül megismerhetjük őt, és úgymond megláthatjuk, ami addig talán láthatatlan a szemünkkel, hogy tényleg ez is az Istennek a jelenléte az ember életében. Tehát az egyik út a Biblia, a másik pedig az imádság. Tehát ez a két út, amin keresztül én oda jöhetek Jézushoz, elfogadhatom Jézus Krisztust, és megláthatom őt az én életemben. Tehát miért van az, hogy az emberekben ott van egyre kevesebb mértékben ez az üdv bizonyosság, így szoktuk ezt mondani, mert talán kevés időt töltünk a Bibliával, kevés időt töltünk az imádsággal, és ezért nincs az embernek üdv bizonyossága. Vagyis másképpen mondom, üdv bizonyosságunk nincs, másképpen mondva nem bízunk az üdvösségünkben. Nem bízunk Krisztus értünk végzett megváltási munkájában. De hogy is bíznánk, hogyha
nincs elég Biblia, jelenlét az életünkben, nincs elég imádság. Hogy bízunk akkor benne? Igaz? Hogy lehet valamire bízni, amit nem is nagyon ismer az ember? Tehát Biblia alapján nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy bárki jöhet Jézus Krisztushoz. Habár Lutfennek és Kávinnak egy kicsit más véleménye volt erről, az üdvösségre jutásról, hogy ki jöhet Jézushoz, aki üdvösséget is kap. Igaz, Luther az eleve elrendelésben hitt, hogy Jóisten eleve elrendelt, hogy ezek örök életben kapnak azok árazatra. Igaz, ő így értette akkor meg. Calvin a kettős elrendelésben hitt. Tehát ők nem hitték azt, hogy bárki, tehát hogy mindenkinek fel van ajánlva ez. Akkor ők még ezt nem értették meg. De a Biblia szerint bárki jöhet üdvösségre. Igaz, a Róma belekhez írott levél 5. fejezeténél hadd nyissuk meg Isten ígéjét is, és maga ezen keresztül szólaljon meg Pál apostol, ami számunkra, hát az 5. fejezetben az első vers azt mondja, megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igaz, itt nagyon szépen mondja a hit általi megigazulás gondolatát. Megigazulván azért hit által békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És itt lehet megint felteszik a kérdést, mi a megigazulás, mi a megszentelődés, mi a megbocsátás, igaz? Tehát megint nagy kérdések, gondolatkörök, de nem akarok ezekbe a maga teológiai vonatkozásában, részleteibe belemenni, hanem csak inkább egyfajta gyermeknyelven próbálom megközelíteni. Hogyha például valaki ellop tőle valamit, és visszajön hozzám, megbánja, bocsánatot kér, elnézést kér, lerendezi a dolgot, én megbocsátok neki, de akkor is ő csak egy megbocsátott tolvaj marad továbbra is. Tehát megbocsátottam neki, elrendeztük, de ő egy megbocsátott tolvaj lesz továbbra is. De az Isten megigazítása más, mint ahogy én tudok valakinek megbocsátani valamit. Az Isten megigazítás olyan, mintha te soha nem lettél volna tolvaj. Tehát úgy állunk Isten előtt, mintha soha nem vétkeztünk volna. Tehát Isten eltörli, persze hozzá is úgy kell jönni, hogy megbánjuk, bocsánatot kérünk, el akarjuk hagyni, és Isten segít elhagyni, az Isten eltörli. De úgy tekint rám, mintha soha nem végeztem volna. Tehát így igazít meg, a krisztusi életét adja nekem, aki, mert egy bűn sem volt, és nekem majd új lappal indulhatok. Egy tiszta lappal. Tehát lehet, hogy idővel én aztán ismét elesek. És lehet, hogy megint beleesek a tolvajlásnak a bűnébe. És megint jövök Jézus Krisztushoz, és azt mondom, Uram, bocsáss meg nekem, hogy megint loptam, és megint tolvaj voltam. És erre fel mit mond az Isten nekem? Azt mondja, hogy hát mit követtél el megint, hogyha soha nem követted el? Tehát ha Isten megbocsátott, Isten megigazított, akkor úgy tekintett rám, mint aki tiszta lappal indulok, és ugye megint elkövettem valamit a Jóisten, úgy nézi, mint aki megint először követhettem azt el. Igaz, ebben segít nekünk a keresség, ebben segít nekünk az úrvacsora, az ő maga csodálatos szimbólumaival és a szimbólumokban rejtett igazságokkal, hogy hogy tisztít meg Krisztus az ő vére által, hogy mos ő tisztára bennünket, amit jelképez a víz, úgy a kerességben, mint az úrvacsorában, a lámosás szertartásában, de mindez a krisztusi drága vér, aki tisztára mos, mint a gyapjú, hófehérek leszünk. És ez csak egyedül a krisztusi vér tudja megtenni a mi számunkra. Nem nézi a múltunkat, mindent eltörölt. Új lappal indulhatsz. Krisztus élete a tied. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. És mikor Isten ezt rám néz, akkor igaz, hogy a Krisztus életet látja, aki azt látja, hogy ő nem volt tolvaj, ő nem volt gyilkos, ő nem volt más. És amikor én elkövettem, akkor bocsánatot kérek, és Isten megbocsát, és új lapot enged az én életemben. Csodálatos ez. Talán egy kicsit más oldalról is említsük ezt meg. Képzeljük el, hogy most hát volt egy alkalommal, amikor valaki az autópályán ment, és hát nem sokkal, de egy öttel egy kicsit túlhaladta a megengedett sebesség határt,
és hát megállította a rendőr gyorshajtásért, és hát az illető próbált hatni a rendőrre, hogy hát így úgy, ha nem lehetne elengedni a büntetést, de hát hajthatatlan volt a rendőr a rendőre, és megbüntette, és ekkor kicsit úgy felbosszankodva az illető, idegesen oda mondta, hogy hát ugyanúgy fogok tovább menni, mint eddig. Hát ha nem engedted el, akkor én aztán ugyanúgy megyek tovább. Hát ilyenek vagyunk mi emberek, igaz? A törvény rázódítása az emberre sokszor ellenkezés vált ki az emberből, és hát sokszor talán, ha az zárójelet nyitunk, maguk a fiataloknak is ez az egyik problémájuk, de nem csak nekik, hanem magának az embernek. De ugyanaz az illető évekkel később megtörtént az, hogy megint rajta kapták gyorshajtáson, de akkor nem állította meg a rendőr, csak abba a hangos bemondójába beleszólt, és rászólt, és hangosan bemondta, hogy mennyi a megengedett sebesség. És ez az illető abban a pillanatban levette a lábát a gázról is, és visszacsökkentette a sebességet a megengedett határ alá. Milyen érdekes. Isten kegyelme engedelmessé teszi az embereket. Ezt nem azt akartam ezzel kihangsúlyozni, hogy nem jó a törvény, nagyon jó. Másképp honnan tudnánk, hogy hol a határ, igaz? Nagyon jó. De viszont Isten mennyivel csodálatosan, milyen csodálatosan tud hatni az ő kegyelmével mi ránk. Figyelmeztet, odaszól, és ezt nekünk meg kell hallani. És az embert ez készítheti az engedelmességre. Tehát nekünk ragadjuk meg a bizalmat a mi Istenünkben, bízzunk a Jóisten értünk végzett megváltási munkájában a múltban, mert Isten ezzel a magáét megtette. Tehát ha azt kérdezzük, hogy meg lettem-e váltva, az Isten szempontjából igen. Isten mindent megtett azért, hogy akár hány ember született erre a világra, minden ember megváltása biztosított legyen. Tehát meg lettem-e váltva. Isten mindent megtett azért megváltásomért. Ezért jött el Krisztus, ezért halt meg, ezért támadt fel, ezért van most, mint közbenjáró mennyben. De menjünk a következő dologra. Meg vagyok-e váltva? Ez az a dolog, amit Isten tesz értem ma. Amit Isten tesz a jelenben, nem a múltban, amit Isten tesz a jelenben. Mitől függ ennek a bizonyossága, hogy én a jelenben érezzem azt, hogy én meg vagyok váltva? A legnagyobb dolog az, hogy attól függ, mondjuk úgy, hogy milyen kapcsolatom van nekem most Krisztussal. Milyen a mai kapcsolatom Krisztussal? Milyen a jelen kapcsolatom Krisztussal? Krisztussal lenni egyenlő napi kapcsolatban lenni. Tehát ma is, meg holnap után is egy állandó, mint ahogy Noéról olvassuk, mint ahogy Énokról olvassuk, hogy Istennel jár vala. Ma, holnap, tegnap, igaz? Ez a három idő egység, ez folyamatosságot biztosít az ember életében. Nem úgy, mint ahogy ebben a példában, amit most csak úgy példagyanánt mondok el, tegyük fel azt, hogy valaki 48 éve házasságban él. Azt mondja, szerelmes lett az ember, megházasodott, és kapott egy házassági bizonyítványt, ami bizonyítja, hogy igaz, házastársak, férj és feleség. Két évig együtt vannak, a 48-ból, két évig együtt, azután semmi kapcsolat. Sem fizikailag, nem is látják egymást, sem telefonon, sem levél útján, semmilyen formában, de ők papíron házasok. A kérdés a következő, lehet ezt házas életnek nevezni? Hát gondolom egyértelmű, hogy ez nem házasság. Ezt az Istennel így nem lehet. Jóistennel nem működik úgy, hogy én megkeresztelkedtem, szövetséget kötöttem vele,
és ilyen formában, akkor egy kicsit, egy-két évet, hogy tényleg komolyabban együtt vagyunk, együtt járogatunk, és utána pedig teljesen elválnak útjaink. De azért én keresztény vagyok, azért én a Jóistennek a szolgálatában állok. Tehát ez az Istennel így nem működik. Erre mondja János leveléből, az első levélben, az 5. fejezetben, a 12. versben. Tehát János első levele, 5. fejezet, 12. vers. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát ott kéne legyen bennünk a fiú. Ott kéne legyen bennünk az élet. Tehát ez pedig csak kapcsolat által megy. Akié, tehát aki birtokolja. Tehát ha ma nincs kapcsolatom Istennel, akkor elmondható az, hogy akkor nincs örök életem sem. Nincs. Ha ma nincs kapcsolatod, nincs örök életed. Ha ma van kapcsolatod Istennel, akkor van örök életed. Meg vagyok-e látva? Igaz? Ez volt a kérdés. Tehát, ha ma kérdeznék, ha ma jönne Jézus, készen lennél-e? A készenlét mindig a mai napi kapcsolatomtól függ. János 6.51 így mondja, én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Igaz, az Isten odaadja saját magát, odaadja a testét, odaadja, hogy életünk legyen. Ő az élő kenyér, hogy a mennyből szállott alá, ha valaki eszik. És ez már kapcsolatot jelent. Kapcsolat, eszik, táplálkozik ezzel az élő kenyérrel, igaz? Magával, Jézus Krisztussal, az ígével, akkor mondja, él örökké. Az örök élet, úgy is mondhatjuk, hogy nem akkor fog kimondottan kezdődni, amikortól vége lesz mindennek, és eljön az új föld. Hanem valamilyen szinten az örök élet már itt kezdődik. Hát igaz, akkor kapunk egy romolhatatlan testet, akkor támadnak fel az emberek sokan romolhatatlan testben. Hát onnan indul valóban, onnan attól a bizonyos újjáteremtéstől indul majd. De viszont mégsem onnan kezdődik, mert annak az alapját előtte kell megvetni. És ez mindig az én mai jelen kapcsolatomtól függ a Jóistennel. Ha nincs meg ez az alap megvetve, akkor nem várhatom, hogy majd akkor elindul az örök élet. Tehát valamilyen szinten most indul az örök élet. Meg vagyok-e látva? Hogyha ma érzed, hogy Krisztus ott van a szívedben, átadtad magad neki, napi kapcsolatodban vele jársz, elesel, megbánod bűnödet, Uram, bocsáss meg, Isten megtisztít, tovább mész, visszatekintesz a múltba, mit tett Isten érted, erőt merítesz, Uram, légy velem ma is, segíts, adj győzelmet. Hogyha megvan ez a kapcsolat, ez azt jelenti, hogy ez az üdvösséget biztosítja az ember számára, és nekünk bízni kell ebben a krisztusi segítségben, és így az üdvösségben. A kérdés az, ti mennyi időt töltöttetek el vele? Mennyi időt töltesz te Jóistennel? És ha erre megadjuk a választ, és megint mindenki elgondolkozik magában, akkor lényegében ez válasz arra a kérdésre is, hogy meg vagyok-e váltva. Mert ha van időt Krisztusra, akkor azt jelenti, hogy a megváltás élő a te életedben. Vagyis a megváltás azért élő, mert ott van Krisztus, az élet a te életedben. És akkor beszélhetünk arról, hogy meg vagyok váltva Krisztusban. És ezt valahol ott belül az ember érzi. És ebből itt a következő kérdés, hogy a harmadik, meg leszek-e látva? Ez egy nagy kérdés, hogy a jövőben ott leszek-e Isten országában. Tehát ez a kérdés azt mondja el, ami számunkra, hogy azt kérdő, amit Isten tenni fog érted a jövőben. Tehát
Vajon ott lesz-e Isten tervében, amit a jövőt is illeti? A kérdését megint feltesszük a fő kérdésünket, bízol-e üdvösségedben? Hát elmondhatom azt, hogy biztos nem lehetek az üdvösségemben, de bízhatok benne, hogy elnyerem az üdvösséget. Nem tudom, hogy érződik-e a különbség. Biztos nem lehetek benne, mert ki lehet biztos? Nem vagyok Isten, hogy tudjam a jövőt. De bízhatok az üdvösségemben. Mindazok alapján, amit az Isten megtett a múltban, amit megtesz a jelenben, amilyen kapcsolatot ápolok én a Jóistennel, az ő értem végzett munkáját, illetőleg amit a múltban végzett, amit a jelenben végez, na ez határozza meg ezt az utolsó kérdésemet. Tehát ha az első meglettem-e váltva, és a második meg vagyok-e váltva, ez megvalósul az ember életében, akkor a harmadikra is jó eséllyel pályázhatok. Tehát ha elhiszed és bízol Istenben mindazért, amit a múltban értettett, ha bizalom által a jelenben is élő kapcsolatod van a mindenható Istennel, akkor miért ne tekinthetnél bizalommal a jövőbe? Akkor miért ne lehetne üdvbizonyosságom mostani pillanatokban? Akkor miért kételkednék Isten megváltási munkájában, aki megígérte, hogy aki elkezdte bennetek a jót, az be is fejezi? Miért kételkednék benne, hogyha bízom abban, hogy amit Isten tett a múltban, Krisztus által értem, lejött, meghalt, feltámadott, mennybe ment, most is közben jár értem. Ezt mind az Isten megteszi, ez az ő része. És a jelenben is munkálkodik értem, a Szent Lelkén keresztül. És én is a magam részéről igyekszem mindent megtenni, szívem, lelkemet odaadom, teljes erőből, teljes lélekből, teljes mindenemet adom az Istennek, akkor milyen okom volna kételkedni abban, hogy mindez nem elégséges? Persze, tudjuk, van egy ilyen gondolat, hogy azok, akik majd abban az időben lesznek, amikor majd a jelenések is beszél arról, hogy nagy nyomorúságos idő lesz, és senki nem lehet biztos az üdvösségében, igaz, már pedig már el vannak pecsételve, már el sem esetnek, de ők nem tudják, hogy el vannak pecsételve, és még akkor is reszkeznek, hogy Uram, vajon minden bűnnek bántam. Igen, ez ott van, igen, és abban az időben ez valóban így is lesz, de ez mégsem olyan formában fog ez adódni, hogy az ember tele van bűnökkel, tele van nyavajával, tele van távol volt a Jóistentől, és akkor nem, hanem annyira közel vagyunk már a Jóistenhez, annyira az Isten munkájában, az Istennek a jelenlétében éltünk, de akkor át kell éljük azt, amit Krisztus is átélt. Azt az isteni jelenlétnek a hiányát. Ez az isteni jelenlétnek a hiánya, ez az, ami az emberben ezt a bizonytalanságot majd előhozza. De akkor sem fogunk máshoz menni, akkor sem fogunk másban kapaszkodni, akkor is csak az Isten oltárát fogjuk ostromolni imáinkkal, akkor se lesz az, hogy elfeledkezünk imádkozni, akkor se lesz az, hogy elfelejtjük a Bibliából, lehet már a Biblia nem is lehet a kezünkbe, de a bibliai gondolatokat, a bibliai szövegeket, Isten szavát nem fogjuk elfelejteni, ezek ott fognak forogni a mi elménkben. Ott lesz, hogy egyfolytában az Istennel fogunk beszélgetni. Ami mit jelent megint? Hogy nem felejtjük el, hogy mit tett Isten a múltban. Nem felejtjük el azt, hogy a jelenben mit tesz Isten, és én is ragaszkodok az Istenhez. Tehát meglettem-e váltva, az kipipálva, meg vagyok-e váltva, mondjuk úgy kipipálva olyan szempontból, hogy a kapcsolatom az Istennel megvan, Isten is megtesz mindent, de én is megteszek mindent. De hogy mégis ott lesz egy kérdőjel, hogy na meg leszek-e váltva abban a nagy nehéz időben, akik a késő eső kiáradása idején fognak élni, ez bizonyára ott lesz. De mégis, aki látja őket, aki nézi őket, nem fog látni mást. Csak azt, hogy ezek az igéhez ragaszkodnak, ezek egyfolytában imádkoznak, és Istenbe kapaszkodnak. Mert valóban biztos az üdvösségemben nem leszek,
nem lehetek, csak mikor majd odajutok. De bízhatok, hogy odajutatok. Bízhatok, hittel ragadhatom meg az üdvösségnek az ajándékát. Biztosak nem lehetünk tehát benne, de hit által megragadhatjuk az üdvösséget. És épp ez az, amit az Jóisten vár tőlünk, hogy hit által ragadjuk meg. János első levele, második fejezet, 28. vers azt mondja, és most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Mit mond? Még egyszer olvasom. És most, fiacskáim, most, maradjatok ő benne. Tehát a kapcsolat. Nem szabad megszakadjon. És ha benne maradtok, azt mondja, hogy mikor megjelenik, bizodalmuk legyen. Tehát az Istenbe való maradás, ez segít ahhoz, hogy a te bizodalmad abban a nehéz időben is, amikor majd Sátán ostromol a kételjeivel, hogy Isten biztos elvetett, biztos, hogy nem üdvözülsz, akkor is azt mondja, hogy bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Mi volna nagy szégyen? Hogyha visszafordulnánk. De mit mond az írás? Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei. Mi nem fordulunk vissza. Aki az eke szarvára tette a kezét, annak előre kell haladjon. Aki egyszer Jézus Krisztusra bízta az életét, annak nem lenne szabad hátraforduljon. Miért mondom, hogy nem lenne szabad? Mert Sátán, mint ordít oroszlán szerte jár, keresvénk itt elnyeljen, ha lehet még a választottakat is. Ne engedd, hogy téged meghátráljon. Ne engedd, hogy téged visszafordítson. Csodálatos az, amit az Isten tesz értünk. Sokkal többet kapunk, mint amit mi elvárnánk. És befejezésre engedjetek meg egy történettel, hadd zárjam. Nagyon jól ismerik, főleg mostanában, ebben a mostani járványos helyzetben, nagyon sokat hallunk az egyik gazdag emberről, a Bill Gatesről. Jó néhány évvel ezelőtt kapott egy levelet, ugyebár ezek a gazdag emberek sok levelet kapnak, akik kérnek tőlük szükség esetén, és egy kis diák leánytól kapott egy levelet, egy hatodikos diák leánytól, és így írta neki, hogy kedves Gates úr, én most hatodikos tanuló vagyok, van egy kutatási feladatunk az iskolában, ami $6.75 kerül, és én is szeretném támogatni ezt, de nincs pénzem. Tetszett a levél, Bill Gatesnek annyira tetszett, hogy 2000 kilométert repült, elment ennek a gyermeknek az iskolájába, és személyesen adta onna ennek az Emily nevezetű kislánynak a $6.75. És miután a gyermeknek átadta ezt a nagy összeget, utána az iskola igazgatónőjének átadott egy csekket, 6.750.000 dollárról. 6.75 millió dollárról. És azért, hogy azt a projektet, amit elkezdett az iskola, azt tovább tudják folytatni, és ezt Emilynek is nevezték el, ezt a projektet. Miért mondtam el ezt a kis történetet? Nekem is van egy programom, amit nem tudok egyedül véghez vinni. Szeretnék a mennybe jutni, de mondjuk úgy idézőjelben nincs $6.75. De tudok valakit, aki segíthet nekem, aki adhat nekem, hogy valóban elérjem ezt a célt. Isten megtett mindent, kedves testvérek, annak érdekében, hogy mi meg legyünk váltva a múltban. Isten megtett mindent annak érdekében, hogy mi meg legyünk váltva a jelenben. És mindent, és mindezeket azért tette, és teszi a múltban és a jelenben, hogy mi a jövőben is meg legyünk váltva. A kérdés a következő. Bízol-e üdvösségedben? Jóisten sokkal többet ad nekünk, mint amit azt mi el tudjuk képzelni. Mi egy kis valamit elképzelünk, és örvendünk, hogy
Isten ránk tekint, és naponta érezzük az ő szeretetét, az ő áldását, az ő gondviselését. Az Isten mérhetetlennél sokkal többet ad nekünk, egy örök életet. Nem tudjuk felfogni, mit jelent ez. Nem tudjuk felfogni. Többet ér, mint az a adomány 6,75 millió dollárról. Isten úgy alkotta ezt meg, mint a megváltási munkáját, amiben ott a kérdés, hogy bízunk-e az üdvösségünkben. Bízunk-e Isten megváltási munkájában? Mert Isten úgy alkotta meg ezt a megváltási munkát, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, mint a János 3.16 is mondja. És ezáltal téged is üdvözíthet a Jóisten. Mert mikor azt mondja, hogy ha valaki hiszen ő benne, ez azt jelenti, hogy bárki, ezen a földi világon élő lény, értelmes emberi lény üdvözülhet, üdvösségre juthat. Ha bízik az Isten érte is végzett és eltervezett megváltási munkájában. A kérdés az, te bízol-e ebben a megváltási munkában? Szeretnéd-e megismerni ezt a megváltási munkát? Alapjaiban, részleteiben, most nem tudtunk ennek a részletére kitérni, miből is áll ez, mit is kell tenni. De Jóisten mindennek hagyott. Nagyon röviden. Gyere Krisztushoz. Adod a Krisztusnak a szívedet. Bízzál benne, amit Krisztus tett érted. És üdvösségre jutsz. De hogy valóra váljon, nekünk is kell bízni a Jóistenben. Nekünk is kell bízni ebben a megváltási munkában. És a kérdés még egyszer is gondolkozz el felette. Kedves hallgatónk, kedves testvérem. Bízol-e az üdvösségedben? Ha ma este jönne Krisztus, készen lennél-e? Mi a válaszod erre? Isten segítsen meg, hogy ilyen formában az bizonyosságunk növekedjen bennünk. Nem lehetünk biztosak, hogy üdvösségre jutunk. De bízhatunk az üdvösségben. Bízhatunk Istenben, hogy amit ő tesz, azért teszi, hogy üdvösségre jussunk. És aki belekapaszkodik ezen ígéretekbe, igenis, az jogosan bízhat az üdvösségében. Egyre jobban erősödik bennünk ez a vágy, és egyre jobban nem akarunk mással foglalkozni, csak Istennel. Erre segítse meg Isten bennünket, hogy ilyen választ adjunk. Igen, Uram, bízok a te megváltási munkában. Bízok abban, hogy te az én életemben is Krisztus által győzelmet tudsz aratni. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk te néked, hogy te bátorítasz bennünket, hogy ne adjuk fel a harcot, az üdvösség harcát. Tudjuk, hogy Sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy eltántorítson embereket, ember milliókat, évezredek során ezen munkálkodott és munkálkodik mind a mai napig. De köszönjük, hogy mindig voltak emberek, akik túlláttak a Sátán ravasságán, akik meglátták a krisztusi megváltási tervet. Úgy az Ószövetség idején, a módban, amit tettél, amit Krisztus által az Új Szövetség elején elindítottál, hogy mindenki ezt megértve engedje, hogy a te megváltási terved és munkád az ő saját életében valóságá váljon. Engedjük azt, hogy te megtisztítsd a mi szíveinket Krisztus vére által, bűnbánattal jöjjünk eléd, és te légy, aki tiszta ruhába öltesz bennünket, tiszta jellemmel ajándékozol meg, ameddig a krisztusi, isteni jellem visszatükröződik bennünk. Istenünk, segíts meg, hogy így vágyunk, így törekedjünk, igazi, élő kapcsolatot élni te veled, hogy valóban átéljük az üdv bizonyosság érzését, hogy bízzunk a te megváltási munkádban, és egyre jobban kikristályosodjon előttünk, hogy mit tettél te értünk, hogy üdvösségre jussunk, de egyre jobban lássuk meg azt is, hogy mit kell tegyünk nekünk magunknak, hogy a te munkád valóságá váljon, érvényesé váljon a mi életünkben is. Itt elsősorban a hit. Higgyük el azt, hogy igenis lehet üdvösségre jutni Jézus Krisztus által,
az ő gólgotai kereszthalála által. Segíts, Atyánk, hogy ebben belekapaszkodjunk, hit által emelkedjünk egyre feljebb és feljebb, hogy végül magadhoz vehess bennünket. És úgy tekintsünk a jövőbe, mint akik nem levegőt vagdosnak, mint akik biztosra mennek, mint akik bíznak Krisztusban, hogyha majd eljön a nagy nehéz idő, a nyomorúságos idő, és talán nem érezzük a te jelenlétedet, akkor is csak te beléd kapaszkodjunk, Istenünk, és ezáltal győzelmet arathassunk. Köszönjük, hogy ebben velünk leszel, megsegítesz, és légy mindenkivel, aki vágyik te hozzád, nyisd meg magad mindenkinek, mutasd meg a helyes utat, hogy valóban nőjön bennünk a megváltás munkájába vetett bizalmunk, és így az üdvbizonyosságunk. Köszönjük, hogy megsegítesz, hogy Jézus nevében kértünk. Amen. Tisztelt gyülekezet, ezennel szombatkezdés állíthatunk végére érkeztünk. Jóisten áldása, maradjunk mindannyiunkkal. Nyugodalmas éjszakát, pihenést kívánunk mindenki számára. És a hónap délelőtti órában pedig 10 órától imaórával kezdünk az Éden gyülekezetben, és 11 órától istentiszteletünk. Majd pedig délután, szombat iskola 17 órától. Jóisten legyen mindannyiunkkal, kegyelme és szeretete által. Amen.